A zöld hulladék elszállítása, a gunarasi szolgáltatások hiánya, valamint a fürdőfejlesztés örökzöld téma az ingatlan tulajdonosok körében. Az 5 év után újraélesztett gunarasi fórumon is ezek a témák merültek fel. Komoly hiányt pótolt az újjáélesztett gunarasi fórum, mondta Szabó Lórend polgármester az üdülő tulajdonosok számára összehívott tanácskozáson, hiszen számos téma terítékre került a szombati összejövetelen. A hulladékszállítás, a zöld hulladékkezelés, a fürdőnek az állapota, de azért azt megállapíthatjuk, hogyha valaki a 6 évvel ezelőtti gunarassal hasonlítja össze a mostanit, akkor egy óriási változást láthatott. Egy óriási lehetőségünk ez továbbra is, csak élni kell vele. Most a feladat az, hogy egyrészt a szolgáltatásnak a színvonalát javítanunk kell. Ebben most széles összefogás van, és jelentős nyomást fogunk gyakorolni a fürdőre. Másrészt pedig mind városunknak, mind pedig a fürdőnek a megítélését, az imázsát javítani kell. Ehhez szükség van programokra, amelyek az itt tartózkodást több mint fürdőélményé teszik, tette hozzá. Az ingatlan tulajdonosok hiányolják a kereskedelmi egységeket Gunarasból, ugyanis sem élelmiszerbolt, sem újságos nincsen a környéken, hangzott el a fórumon. A fürdő fejlesztési terveit jelenleg szakemberek véleményezik, tehát pontos részleteket még nem tudhattak meg az üdülő tulajdonosok. Annyi azonban már bizonyos, hogy a beruházásnak a gyógyfürdő jelleget kell erősítenie, és egy fedett, családi fürdőrészlet kialakítása is fontos lenne. A fürdőtelep megítélése szempontjából fontos feladat a dombováriak visszacsábítása. Mi be fogjuk vezetni, és ez a dombovár kártya egyrészt a dombováriakra lesz méretezve egy kártyatípus, másrészt pedig az itt lévő turistákra lesz specializálva egy kártyatípus. Ezzel a második kártyával mindenki kedvezményt fog kapni bizonyos szolgáltatások körében. Ennek mértékéről leghamarabb a májusi fórumon értesülhetnek a nyaralókkal rendelkezők, hangzott el a gunarasi fórumon. A zöld hulladék elszállításának kérdése újra és újra felbukkanó téma volt a Kék Csillag Egyesület által összehívott tanácskozáson. Kitart amellett, hogy nem viszik el a zöld kárt, tehát a, hogy is mondjam, hulladékot, nem, mi nem viszik el? Hát mit csináljak vele? Nekem mondjuk már nincs autóm, amivel elszállítsam, mert már a koromnál fogva én már nem vezetek, ugye? De hát akkor mit csináljak vele? A szabály szerint átlátszó, erre rendszeresített zsákban kell kihelyezni a nyesedéket, vagy kötegelve. Aki nem így tesz, annak hulladékát nem viszik el. Másik lehetőség, hogy a gunarasi tulajdonosok számára rendszeresített kártyával a hulladékudvarba adják le a zöld hulladékot. Tájékoztatták a Városháza képviselői a fórum résztvevőit. A nyaraló tulajdonosok felhívták a szakemberek figyelmét az Esthajnal utcai csapadékvízelvezetés hiányosságaira is. Az árok ugyanis csak az utcáig készült el, így nagy esőzéskor a lezúduló csapadék elönti a közelben lévő házakat. Eleve egy 5 centis, azt mondom, hogy szlacska réteg marad, bokáig érő sárba mentünk be a nyaralomban, nem csak én, a következő meg 3-4 nyaralóba nem tudtunk bemenni. És most én mondtam a polgármester úrnak, hogy ennek teszem polgármester úr, hogy a nyarójába csak úgy mit csinálom, tudnom bemenni. Szabó Lórend megnyugtatta a gunarasiakat, hogy ez nem a végleges állapot, hiszen a csapadékvízelvezető jelenleg is kivitelezés alatt áll. Az üdülők tulajdonosainak egy része hiányolta a nem állandó lakosok építményadó kedvezményét. Bennünket esetleg azzal vádolni, idézőjelbe, bár ilyen azért nem volt, hogy miért csak azoknak adunk, szerintem nem megfelelő dolog, hiszen vagy a következő kampányban, következő választásnál majd esetleg gondolunk azokra is, akik nem itt laknak. Ez egy nagyon összetett probléma. Elmondtuk azt is, hogy aki valamikor itt épített nyaralót, vagy vett nyaralót, annak tudatába tette ezt meg, hogy itt építményadó van. Változott a világ, sokan ma már kiköltöznek, szeretnénk, hogyha egyre többen a parlagon lévő használaton kívüli ingatlanokat esetleg megvásárolnák. Ezért is mérsékelték 27%-kal a nyaralókat terhelő építményadót, hogy esetleg fészekrakásra készülő fiatal párok számára is vonzó legyen Gunaras.